Szevasztok! Szirtuló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a World of Warships. Most egy kicsit megpihenünk a Kurfürst vadászatában, és replayről megnézünk egy T2-es, tehát egy iszonyat low tier mészárszéket, ami a Smith rombolóval hajtottam végre. Tehát, amit a Smithről tudni kell, hogy egy T2-es prémium kis rombolócska. Mind a féle T2-es matchmaking, tehát random battle, túlnyomó részt még gépek ellen, mert ilyen alacsony tírben nem igazán játszanak az emberek. Úgyhogy technikailag pár ember, pár játékos ellen mentem, a többi az mind gép. A játék folyamán, tehát ez a meccs folyamán, ha jól emlékszek, legalább öt ellenfelet lőttem ki. Közöttük alig, ha nem élő játékosokat is, ami tőlem kezdőtől nem egy rossz eredmény. A hajót amúgy azért kaptam, mert Steamen keresztül regisztráltam az accountot, tehát aki Steamen keresztül indítsa el a World of Warships-et, az alig ha nem mindenki megkapja a T2-es kis Smith-t. Amúgy a játékban negyedik, ötödik napon elvileg kaptok egy T3-as cirkálót, a Chester, valamilyen már van. Ezt viszont a Steam miatt kapja az ember. Na de nézzük csak, csoda mészárszéket hajtott végre szélfalott az igazán low tier T2-es őrültek házában. Igen, az elején egy kicsit kacsáztam erre-arra. Megvártam, hogy kicsit felálljanak az erőviszonyok. És onnantól kezdve mehet egy közőrület. Nem igazán vagyok nagyon híve a üljünk be a füstbe és onnan lődözzünk kifelé dolgoknak. Én inkább szeretek rombolókkal cikázni a nagyobb hajók között és osztani nekik az áldást. Tudom, hogy ez későbbi tírekben problémát fog okozni nekem, mert egy-kettőre, mert a profi játékosok egy-kettőre le fognak darálni, mintha ott se lettem volna. De hát engedtessék meg nekem, hogy low tierben jól érezzem magam. Mert hogy low tierben nagyon-nagyon jól éreztem magam ezzel a kis Smith-szel. Igen, azzal is tisztában vagyok, hogy nem számít bele semmilyen kampányba, battle missionbe, egyéb ötvösségbe. Ez az a Chester, amit most a képen lehet látni. Ez az a Chester, amit elvileg minden játékos megkap, alig hanem negyedik lobolásra vagy hogy a csodába. Ez egy T3-as brit cirkáló. Ami elég jó életerővel rendelkezik, meg elég jó sebzéssel. T3-as létére eléggé adja magát. Jó, az ellen az most elbújt itt nekem a
az egész kócerányba, sziget mögé, de hát ez elvileg nem kell, hogy gondot jelentsen. Amint kigyugja az órát, mind elfektessük a búrbánatba. Elvileg a Chester is kijön, igen, kapja az áldást, kapja a másik áldást, én is kapom az osztalékot. Ha minden igaz, akkor most fog megtörténni az, hogy megmegyek a szigetnek. Ha jól emlékszik, mert itt annyira belenéztem magam a történetbe, hogy simán nekimentem a szigetnek. Igen, pont most. Hogy ez nem? De mindegy, mellékes is. Tehát... Kóta mellékes. Betöltenek a torpedók. Elfelejtettem átváltani a prioritásokat, tehát a torpedó revezetése nem igazán akart működni. Természetesen úgy nem is működhetünk, ha nem kapcsolom be a prioritásokat. De itt most mindenki földülemlett előttem. Torpedó és lőtávol van, tehát lényegileg semmi más dolgom nincs, mint kacsavadászkodni egyet a T2-ben. És jó emberes műszer szépen körülbelül. Devastating Strike megvan. Tűnök, majdnem elkaptam a saját hajómat. Utolsó pillanatban vettem őket is szerintem. Itt vettem észre, hogy elcsesztem az egyik torpedót, tehát utólagosan rá kell tizálni még egy kicsit, hogy meg legyen a Kraken az ötödikkel. És itt kisodlottam egy kicsit a dolgok menetéből, ezért egy nagy éves fordulást kellett végrehajtanom, meg kellett kerülni lényegileg az egész szigetet. Confederate megvan a következő torpedóval. Ebben a High Caliber is bejött, igen, azt észre se jöttem, most olvasom a csendben. És akkor maradt itt emléknek pár ilyen kis ez volt a hatodik. És érdekes módon még mindig az állásra vezet, mert viszont teljes mértékben ledarálták a csapatomat. Maradt ez az egyetlen célpáló, ami valamit is próbál közrejátszani a dolgokban. Illetve én szerencsére már Zelnekőnek is két célpálója maradt, amit egy-kettőre egyre deriválom. Ezzel beszerezve a hetedik killt. Úgyhogy már csak egyetlen egy ellenséges hajó maradt, amit pedig eltakarítunk. Hát az egyik torpedót azt most kilőttem itt pusztán preventíve, hogyha arra talál a fordul. De persze miért, amikor a másik irányba fordul. 6500 élete maradt még, én ide ráküldöm a következő torpedót, reménykedve, hogy nem akasztom el a szigetet. És úgy közben még adok a bundájára némi robbanó lövedéket, és a torpedó betrafál, és megvan a nyolcadik kill is. Tehát ez egy ilyen egyszerű, nagyszerű, gyors kis őrültek háza volt, amit rombolóval hajtottunk végre, a T2-es Smith rombolóval. Amennyiben tetszik ez a formátum,
fiúk, lányok és tisztelt egyéb váltónemű Lutmastász követők, úgy azt jelezzétek én nekem, és a jövőben is replayről az ilyen low-tier mészárszékeket, őrültek házákat, stb. Minden további nélkül fölcsapathatjuk a YouTube-ra. Rendben, én még mindig széltoló voltam, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lutmastász követők. Vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!